Beleza, aqui mesmo. Aqui é nosso lugar. Kedd van, ma este érkeznénk meg hivatalosan, de már itt vagyunk szombat óta. Még nem beszéltem nektek, nem meséltem semmit, mert hát ez az első három nap, ez nagyon szuper volt, teljesen kimaxoltuk a környéket. Itt vagyunk egyébként nagyon közel az óvároshoz, egy Airbnb-ben, ami csodálatos, mindjárt megmutatom nektek. Viszont most megyünk át a hotelba, amit eredetileg foglaltam. És az a hotel az pedig közel van ugye a strandos részhez. Ez a szállás ez közelebb volt az óvároshoz, úgyhogy mindenképpen itt először körbe akartunk menni. Ma még fogunk egyet kis vasutazni, meg van egy nagyon szuper koktélbár, ahol majd meg akarom nézni este a naplementét, de mindegy, ezt úgyis mind meg fogom nektek mutatni. Viszont mielőtt elmegyünk, arra gondoltam, hogy gyorsan megmutatom az Airbnb-t. Itt vagyunk a Via Vittorion, ez egy random utca, és képzeljétek el, egy család kialakított ide egy ilyen kis, hát megmutatom, nappali konyhás kis Airbnb-t. Itt van a bejárat, az ott a fő bejárat, ők itt laknak, és itt van egy kis Airbnb kialakítva, nagyon-nagyon szuper, szia Vita, Tita! És az Izabella itthon van egész nap, és tényleg, hogyha bármi kérdésünk van, akkor mindig segítenek, meg válaszolnak. Nem tudnak nagyon angolul, de a fordítóval nagyon szuperül ment minden, úgyhogy ha idejöttek és kerestek egy szuper kis Airbnb-t, akkor őket mindenképpen ajánlom. Nagyon jól éreztük magunkat, igaz, anya? Nagyon. Na, itt van, ez a neve, Bed and Breakfast Lily Blanc, és őket megtaláljátok az Airbnb, majd belinkelem a leírásba. Na, de megmutatom most már, hogy hogy néz ki a lakás. Szóval, hogyha bejössz, akkor itt egyből van egy kis hűtő, egyébként ez nem szokott itt lenni, de most, mivel ugye vírushelyzet van, ezért beraktak egy kis hűtőt, hogy ne kelljen annyit találkoznunk. Itt van egy nagyon pici kis kicsenetrész, van egy szuper mikró, és annyira tetszik, minden ilyen retro stílusú, de mégis modern, szuper csodálatos kávéfőző, és ezek a minták, hát teljesen oda vagyunk meg vissza anyával, hogy mennyire szuperül be van rendezve. Itt van egy kis cuki étkezőasztal, csodaszép dekoráció, design, itt egy picike kis kanapé, és minden ilyen különleges dekort, például ezt a lámpaelemet is a Roberto készítette, aki ugye a tulaja ennek az Airbnb-nek. Van egy kis szekrényke, polcocska, és itt jön a háló rész, úgyhogy olyan, mint egy stúdió apartment igazából. Nagyon-nagyon szuper ez is. Nézzétek meg ezeket a részleteket a falon is. Csodálatos. Nagyon kényelmes az ágy. Hát erkély az nincsen, de nem baj, mert igazából egyébként sem egész nap a lakásban vagyunk, úgyhogy nekünk ez bőven megfelelt. Egyébként itt Algéróban elég drágák a szállások, úgyhogy ez még egy ilyen elfogadható áron volt. Nyilván azért is, mert nincsen erkély. Ettől függetlenül nagyon szuper ez a kis lakás. Na és itt van a fürdőszoba, itt is ilyen kis tolóajtó van. Nagyon szuper zuhanyzó, rain shower, és nézzétek meg ezt a csodálatos csempét is. Nagyon gyönyörű, nagyon tetszik. Van egy kis WC, egy kis bidé, és ennyike. Itt van a tükör, és nézzétek meg, hogy mennyire figyelnek a részletekre, hogy még ezek a nobok is, meg ő is, minden így összeillik, és minden ilyen szép, szürkés, világos színek. De mégsem ez az unalmas modern, tudjátok, szóval teljesen oda vagyok érte, meg anyának is nagyon tetszett. Úgyhogy ennyi a kis lakás. És most 10:30 van, most ki fogunk lassan csekkolni, és megyünk át a hotelba. Ott majd 3-tól tudunk csak becsekkolni, viszont lerakjuk a cuccunkat, mert egyébként én nem tudom hogyan, de megduplázódott a cuccunk. Aztán utána megyünk le strandolni, úgyhogy folytassuk a vlogot!
hotelba! Na, itt van kis nagyon cuki szoba, kis picike, itt a fürdő, kedves kis fürdő, és most figyeljetek! Ott a tenger! Juhu! Megjöttünk az airportra, reptérre, béreltünk autót, és ezt nézzétek, mit kaptam.
Allora, io visit the pin beach now, okay? Posidonia is a plant. The radish of the Posidonia. Allora, in this radish live a microorganism. The name is Miniacina minacea. The water is so transparent because we have a lot of this plant. Wood of this plant, okay? This plant produces oxygen. 1 liter, 0.2 of oxygen every hour. Color this house red. You understand? We're running in with the tide.